Terucki Krisztián, akit a város lakói a Kovács Pál Művelődési Központ igazgatójaként ismernek, képviselőjelöltként indul a 6-os választókerületben. Egy érdekes ötlettel rukkolt elő a szórólapokon, a temető melletti törött padhoz hívta a választókat és a Phoenix Televízió munkatársait. Van egy fiatal lelkes képviselőjelölt, akinek még humora is van, mert azt írja, hogy találkozzunk itt a törött padnál. Én úgy gondolom, hogy ön nyitott szemmel jár a városban, és vannak természetesen tervei és elképzelései. Melyik az a választókerület, amiről most fogunk beszélgetni? Tisztelettel köszöntöm a Phoenix Televízió nézőit. Én a 6-os számú választókerület képviselőjelölteként indulok, független képviselőjelöltként indulok, és ezt a kerületet szeretném felvilágoztatni, jobbá élhetőbbé tenni. Ön természetesen ismert ember a városban a Művelődési Ház igazgatójaként. Ebben a szerepében könnyebb helyzete volt? Tehát köszöntötték az ajánlások gyűjtésekor, könnyebb volt oda mennie ismerős emberekhez? Én azt gondolom, hogy igen, hiszen azért nagyon sok emberrel kapcsolatban állok, a munkámból kifolyólag is. Azért 5 civil szervezetnek tagja vagyok, van amelyiknek elnöke, tehát azt gondolom, hogy ez egy olyan társadalmi rálátása az itteni kis közösségre, ami egy kicsit tágabb teret nyit meg. Én nagyon szeretem a civil szervezetet, nagyon szeretem a civileket, és szerintem a civilek az elkövetkezendő időben is nagyon sok mindent eldönthetnek itt a város életébe. Krisztiánnak mi a tapasztalata, vagy mi a véleménye arról, hogy a képviselő munkájának, idejének mennyi része az, amit a képviselőtestületi üléseken kell töltenie, és mennyi idő juthat mondjuk arra, hogy a választókerületet járja, beszélgessen az ott élő emberek? Én azt gondolom, hogy egy jó képviselőtestülettel, egy egyetértéssel, nyugalommal, egymás megelégedésére szolgáló testülettel és polgármesterrel az a kevesebb idő, amit a testületüléseken kell eltölteni. Talán több idő az, amit a bizottsági üléseken, hiszen a bizottsági ülésnek kell, hogy a szintere legyen a problémák, a kérdések kibeszélésének. Adott esetben egy testületülésnek már csak a döntésről kellene, hogy szóljon, esetleg a bizottságok véleményének egyeztetésével. Tehát a válasz rá több időt kell a kerületben tölteni, mint sem a képviselőtestületüléseken. Ön jól ismeri a jelenlegi képviselőtestületet is. Mi a benyomása arról, hogy hogyan tudja egy képviselő a választókerület és csak a választókerület érdekeit képviselni? Nyilván minden döntés kompromisszum kérdése. Én azt gondolom, hogy az elmúlt 11 néhány év alatt 3-4 képviselőtestülettel azért dolgoztam együtt. A munkámat is ennek megfelelően végeztem. Mindig tudtam kompromisszumot kötni az intézmény érdekében. Azt gondolom, hogy látható a fejlődés és érezhető, ami ott történt. Én azt hiszem, hogy ez a választókerületben is ugyanígy érvényesíthető, mert tulajdonképpen felfoghatjuk ezt is, mint egy kis egységet, ugyanúgy, mint egy intézményt. Én ennek a képviseletét ugyanígy képzelem el. Mi volt a tapasztalata, amikor az ajánlásokat gyűjtögette, vagy amikor ismerkedett a választókerülettel? Mi az itt élő emberek legnagyobb gondja, problémája, megoldandó való feladat? Megmondom őszintén, hogy vegyes tapasztalataim voltak. Nyilván az utak, járdák, árkok állapota az kimagaslóan nagy probléma, hiszen ez minden választásnál kampánykérdés, mindenki mindig megígéri, lesz út, megcsináljuk, biztos, tuti, ezt is várják el egyfelől a választók, de azért lépjen most ki mindenki az utcájára. Én azt gondolom, hogy ugyanarra az útra lép ki, mint ami 4 évvel ezelőtt lépett ki. Ennek megfelelően én azt gondolom, hogy ígérni csak úgy szabad, amit meg is valósítunk. Aki ismer, az tudja, hogy én nem a felelőtlen ígéretek embere vagyok, és én azt gondolom, hogy inkább apró lépésekkel menjünk előre, mint sem, hogy azt mondjuk, hogy most bármit is, és akkor az rögtön meg lesz. Ennek érdekében én egy külön koncepciót dolgoztam ki, nem pusztán csak az önkormányzattól várva a segítséget. Én egy alapítványt hoznék létre, ami a választókerület érdekeit és javát szolgálja. Ennek az alapítványnak az elnöke a képviselői tiszteletdíjam lenne, amit én nem szeretnék felvenni, hiszen van munkahelyem, van egzisztenciám, tehát azt gondolom, hogy ezt az itt élő emberek javára kell fordítani, és ebbe az alapítványba bekerülő összeg már egy olyan mérföldkő lenne, amivel el lehet indulni, és mint alapítványi elnök azt is tudom, hogy lehet nagyon sok pályázati forrást civilként is megpályázni.
és 4-5 EU-s támogatást én már sikeresen pályáztam, részt vettem a lebonyolításába. Azt gondolom, hogy megvan az a tapasztalat, amivel tudunk ide pénzt hozni, az önkormányzattól függetlenül is tudunk ide pénzt hozni, nem csak arra kell várnunk, és tudjuk ezeket az utakat, járdákat is építeni. Egyébként elmondanám, hogy én nem igazán vagyok a magamutogatós képviselő jelölt. Mi a De azért látjuk sok plakáton mosolyog a városlap. Így van, azért igyekszik magát az ember mégiscsak a köztudatba beépíteni. A Vásárhelyi Pál út és a Gyöngyvirág út közötti kis járdát azt megcsináltuk lakossági összefogással. Nem reklámoztuk, tudja mindenki, látja mindenki, és remélem, hogy használja mindenki. Tehát ottani barátaimmal fogtuk össze, kibetonoztuk, megcsináltuk a vízelvezetést. Én ilyen apró lépésekkel tervezem szépen együtt a lakossággal közösen, hogy megvalósítjuk a közös célokat. Mind képviselőnek a város érdekét is kell természetesen néznie. Vannak-e olyan tervei, céljai, amit mindenképpen szeretne megvalósítani? Nyilván itt is vannak hangzatos szlogenek, amik egyébként nagyon fontos dolgok. Nem a szlogeneket kérem, egészen konkrét dolgokat. Nem is azt szeretném mondani. Én azt gondolom, hogy a mi pályázataink, és azokban, amiken tevőlegesen részt vettünk, a szakképzés és az átképzés az, ami talán nekem az erősségem és a szakterületem. Én ebbe az irányba mennék el. Nyilván ez szerves részét képezi a munkahely teremtésnek, hiszen bármilyen munkahely teremtő nagy cég vagy beruházó jön ide, mindenféleképpen szükség lesz a szakképzett munkaerőre. Én azt gondolom, hogy ennek tudok lenni egy pillére, és azok a kapcsolatok, amik itt az évek során megszülettek, mind képzőintézményekkel, mind pedig olyan cégekkel, akik ebbe tevőlegesen részt vennek, én ezeket tudom felajánlani a város lakosságának és a képviselőtársaimnak. Biztosan hallottam már azt a panaszt, hogy ó, megválasztottuk a képviselőt, aztán 4 év óta nem is láttuk. Van-e elképzelése arra, hogy hogyan lehetne akár napi kapcsolatot tartani a választókerület lakói? Megmondom őszintén, hogy a választókerület bejárása során ez volt a legmegdöbbentőbb dolog, amivel szembesülni kellett, hogy tulajdonképpen vagy nem is tudták, hogy ki a képviselőjük, vagy elmondták, hogy ki a képviselőjük, vagy ki lenne, mert ugye így mondták, de hogy nem találkoztak vele csak a választáskor, amikor jött az aláírásért. Én azt gondolom, hogy azért én bármikor elérhető vagyok, de nyilván közre van adva a telefonszámom, online elérhetőségem. Egy hónapban egyszerűen mindenféleképpen fogadó órát tartani. Ha erre igény van, akkor sűrűbben is, hiszen megvan hozzá a helyszín és az akarat is, ami nagyon fontos. És több olyan közösségi rendezvényt is szeretnék szervezni, ahol találkozhatunk a választókkal. Nekem nagyon tetszik, amikor egy képviselő Mikulás ünnepet tart, a nőnapon köszönti a hölgyeket, és aktív részese a közösségnek, akit képvisel. Én ezt a fajta vonalat szeretném követni, és azt gondolom, hogy az az alapítvány, amit létre kívánok hozni, az ennek is az előre, tehát ez is azt szolgálja, hogy ezek a lehetőségek megvalósuljanak. Nem beszélve arról, hogy itt nem véletlenül a helyszínválasztás, ez egy nagyon jó kiaknázatlan közterület, amit először egy parkká szeretnék kiépíteni, ehhez megvan mindenfajta támogatásom, tehát vannak már padok, cserjék, dísznövények, amiket ide megválasztásom esetén be tudunk ültetni, és a következő évben pedig pályázati és egyéb más olyan barátaim segítségével egy játszóteret tudunk kialakítani, amit az itt élő gyerekeknek a szórakozására tudunk felhasználni, és az ő kellemes időtöltésükre, és akkor nyilván már csak egy lépés, ami már a szakmámhoz tartozik, egy-egy olyan kis közösségi rendezvény, ahol egy kis ugrálóvár, egy kis főzőverseny, és egy kis olyan szórakozás, ami az egész lakóközösséget összehozza, és nyilván itt a képviselővel bármikor lehet találkozni. Tehát én ezt a fajta kapcsolattartást tervezem, én azt gondolom, hogy erre van szüksége az embereknek, nem arra, hogy a televízióban és egyéb más híradásokon azt lássák, hogy van képviselőjük, vitatkozik a többivel, nem előre mennek a dolgok, és igazából nem is értük van, hanem másért. Én a választókért szeretnék lenni, úgy, ahogy eddig is az emberekért dolgoztam a művelődési központban. Köszönöm szépen, hogy elmondta a terveit, elképzeléseit, sok sikert kívánok hozzá. Én köszönöm szépen a lehetőséget.